Benne a régi a díjat adományoz Bokros Juditnak. Bokros Judit újságíró költő vehette át az idei Penna Régia díjat a Szabad Sajtónapja alkalmából. Bokros Judit édesapja Bokros János költő és tanár volt. Ezzel Judit családi indítatás az irodalom és a publikálás irányába már ifjú korában megmutatkozott. Bokros Judit a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció bölcsésztudomány szakán végezte tanulmányait, mely során a színház és drámatudomány végzettséget is megszerezte. Jelenleg a Vörös Marti Társaság ifjúsági csoportját a Vörös Marti Kuckót P. Maklári Évával a társaság egyik alelnökével együtt vezeti. Nagy figyelmet szentel a székesfehérvári irodalmi és művészeti élet szereplőinek megismertetésére. Ötletgazdája és háziasszonya az Aranyatérő beszélgetések sorozatának. Mindig új és újabb tervei vannak, amelyek a fehérvári irodalmi életet színesítik és gazdagítják. Rendszeresen publikál a Fejér megyei hírlapban, és versei megjelentek az Élet és Irodalom heti lapban is. A szép írói pályát is elkezdtem, és hát remélem, hogy a kettőt azért úgy párhuzamosan tudom folytatni. A portré készítésekre együtt én elsősorban kulturális újságírónak tartom magamat, és ezt a területet szeretem képviselni, próbálom képviselni úgy, hogy az értéket közvetítsem a magam módján, ahogy azt én tanultam. A sajtós vélemény nyilvánítás szabadsága az alapvetően fontos. Különösen egy olyan zajban, mint ami a közösségi média által uralt világot jellemzi. A díj átadását megelőzően a város polgármestere a Szabad Sajtó napján a vélemény nyilvánítás szabadságáról és fontosságáról beszélt, mely, ahogy fogalmazott, a jelenlegi média zajban még inkább felértékelődik. Valljuk be, hogy néha ebben sokkal nehezebb valódi tényekkel alátámasztott információhoz jutni, és ezáltal véleményt alkotni, mint volt az a múltban. De mi most ebben a korszakban élünk, ezt kell tudnunk kezelni, és ezért is szép hivatás egy újságírónak lenni, írónak, költőnek lenni, hiszen megadatik a lehetőség, hogy valaki a saját véleményét írja, mondja el az embereknek. És azt gondolom, van platform, ahol ez pedig meg is jelenhet. A Penna Régia díj Székesfehérvár érdekében kifejtett munkásság elismeréseként adományozható annak a személynek, aki a sajtó munkatársaként Székesfehérvár életének bemutatásával elősegíti a város ismertségét és elismertségét, a helyi közélet nyilvánosságát, illetve hozzájárul a város országos és nemzetközi megismertetéséhez és népszerűsítéséhez.